Lelkes csapatok érkeztek idén is fekete túra. A kis bánáti településre Zentáról, Zentagunarasról, Adáról és Szabadkáról jöttek résztvevők. A hagyományos rendezvény felvonulással kezdődött, a kukoricatörés azonban elmaradt. Úgy zajlik az egész, hogy le kell szönni, levágni a szárat, bekötni a szárat, bekúpozni, és azután mely a zsűri, amelyik pontozza, tehát az időt méri, milyen gyorsan, és akkor hogy vannak a kévék bekötve, a szár, milyen magasan van a talló, hogy van hagyva, hogy sima, egyformák -e. A rendezvénye legidősebb résztvevője Szabadkáról érkezett. Anna néni 81 éves, de a munkát még most sem veti meg. Nagyon szeretünk menni, gondolom, társaságba, és azért vagyunk most is itt, ha bár az idő nem engedte, hogy szedjük, de hát nekünk talán így jobb. Véletlen, mert öregek vagyunk, de tudjuk szedni. Annak ellenére, hogy a rendezvény fő attrakcióját nem tudták megtartani, a csapatok nem unatkoztak. Kötélhúzás, tuskóhajítás és más ügyességi játékok várták őket a kukoricatörés helyett. A rendezvény ebéddel és mulatozással zárult.